Attal a Tolna megyében Dombóvártól nyugatra Tolna és Somogy megye határán található. A település két kistáj, az Észak-Zselic és a Dél-Külső Somogy találkozásánál fekszik. Attalárva beérve egy nagyon rendezett falukép fogad bennünket. A lakosok, megtudva a helyiektől, mindig is nagyon szorgalmas, munkát nem szégyellő emberek voltak, ez pedig öröklődött generációkon át egészen a mai időkig. Gyerekkoromban még emlékszem azokra az időkre, amikor hogy magánvilág volt, tehát maszekvilág volt, később a TSS-ítés volt, és mivel mezőgazdasági jellegű a falu, többnyire földműveléssel foglalkoztak a településen élők, és egy jól működő termelőszövetkezet volt Attalában, ami hát tudom pontosan, hogy 150 szemét is foglalkoztatott, volt olyan időszak, természetesen beleérve az állattenyésztést, a növénytermesztést, tehát ez volt a fő profilja. Attalának a földterülete olyan 1500 hektár nagyságrendű körülbelül, és jó minőségi földjei vannak, és ez is alapozta meg a növénytermesztést és a földművelésnek a gazdaságosságát. A mostani időkben folytatódott ez, csak teljesen más aspektusból, hiszen magángazdaságok jöttek létre, sok családi gazdaság is van, meg cégek is alakultak, akik szintén mezőgazdasággal foglalkoznak, és most elég nagy nagyságrendben a családok szinte ebből élnek. Nagyon sok családnak megvan a családi gazdasága, gazdálkodnak, egyre inkább az utódok is viszik ezt a gazdálkodási formát, és ez a terület, amelyet az attalai területek voltak, ezek bővültek, mert a szomszédos településeken nem volt akkora fantáziát látni az embereknek, hogy foglalkoznak mezőgazdaságot, de az attalaiak átmentek Kaposporába is, Csomába is, Szabadi Nagyberkibe is, és így egy elég nagy nagyságrendű gazdálkodás jött létre. Csak egy példát említeném, hogy 830 fős lakosú a település, és körülbelül 70 traktort lehet itt megszámolni a faluban. Tehát ez miért célja annak, hogy itt tényleg szorgalmas, törekvő emberek vannak. Ezen kívül Attalában régi kultúrája van a halászatnak. Három halas cég van a faluban, akinek a halastavai átnyúlnak egészen Döblőközig is, és ők ténylegesen nagyban halászattal foglalkoznak. És ez a másik nagyobb rész, amit Attalát így híresebbé teszi, hiszen az attalai hal fajta, a ponty, az európai hírű, és itt tenyésztették ki Attalába. A horvát professzor úrnak gyakorlatilag ez a találmánya. Legismertebb és legnépszerűbb magyar halfajtánk az attalai tükrös ponty, mely szereti a náddal szegélyezett, jól felmelegedő, iszapos ajzatú sekélyebb tavakat és lassan folyó vizeket. Szorosan nem kapcsolódik a most következő történetem az attalai halhoz. Minden esetre itt vagyunk egy Attala közeli halastónál, és a mögöttem látható tornyos épület az egykori csomai polgármester tulajdonában volt, mint ahogy ez a halastó is. És hát ezzel a hátam mögötti épülettel állított gyakorlatilag emléket a női nemnek, mert hogy nagy tisztelője volt, és hát találják ki, hogy az épület alaprajza természetesen rombusz alakú. A falu első írásos említése 1138-ból származik, ekkor a település a dömösi préposzt birtoka volt, és Attila néven említik. A település nevének eredetéről egy másik legenda járja. Attala, egy római úrhölgy, legalábbis a monda szerint, Valens császár idejében a mai Attala település ókorban emelt, napjainkban már elenyészett várában élt.
Hát kérem szépen, ő az a bizonyos Atala római kori úrhölgy, aki finoman szólva is könnyű erkölcsű életet élt, amit természetesen a környékbeli lakosok nagyon rossz néven vettek. Éppen ezért járta az a történet, hogy minden nap befalasztatott egy ablakot az épületén, és az utolsó ablak, ami még nem volt befalazva, kiállt a falu elé, és azt mondta, hogy most már, ha ezt az ablakot is befalasztatom, az Úristen se láthatja, hogy mit csinálok a házon belül, és erre a bősz mondatra ugye a Jóisten azzal büntette meg, hogy elsüllyesztette a házát, a legenda szerint. A Léha hölgyről emléket állító szobor mellett, amit 2000-ben emeltek, található a Szent Vendel római katolikus templom. Szolid visszafogottságával az egyik éke a településnek, amit a hívek a mai napig aktívan és nagy számban látogatnak. A virágzó hitélet pedig egyre inkább veszik ki országszerte a településeken élők mindennapjaiból, sok helyen még a kis templomokban is üresen állnak a padok. Attala azonban ebben is különbözik, és példával jár elől, kiemelkedik sok falu, község és város közül. Itt ez a templom szinte minden hétvégén zsúfolásig telve van. A templomot 1716-ban Nádasi László építette, fapadokkal rendezték be, amit 1912-ben a falu iparosainak segítségével újra cseréltek. Az 1867-ben épített és aztán felújított római katolikus templom egyhajós neobarokk stílusban épült. Oltárképét Krancmann Gusztáv festette, mely Szent Vendelt ábrázolja, ezért is a falu búcsúja október 20-án, Vendel napján van. Nem időzünk itt tovább, vár bennünket a közösségi tér és annak vezetője, Königné Nagy Magdolna. Az IKSZ-nek nagyon fontos szerepe van a településen. Most jelen pillanatban a babaszobában vagyunk. Ez a babaszoba, ez egy baba-mama foglalkozásnak a helyszíne. Hetente jövnek össze az édesanyukák a babájukkal. Itt mindenféle mondókát, ölbéli játékot játszunk, megtanulják az anyukák a meséket, mondókákat, verseket, énekeket. Itt nem ciki énekelni, itt mindenki nagyon jól érzi magát. A gyerekekkel foglalkoznak, rengeteg fejlesztő játékok van. Rendelkezésre állnak azok a könyvek, amiből ezeket a ringató foglalkozást, alkotó verseket, énekeket meg lehet tanulni, CD mellékettel, úgyhogy ezt az anyukák kikölcsönözhetik, elvihetik magukkal. Aztán szoktunk hívni speciális vendégeket, aki a védőnő személye. Ott a védőnő elmondja minden olyan egyéb olyan információt, amire az anyukáknak szükségük van, illetve négy szemközti beszélgetésre is alkalmat ez a lehetőség, illetve zenei pedagógus szoktunk hívni Deli Orsi személyébe, aki a kerekítő foglalkozást tartja, ez tavaly évben 5 alkalmat vett igénybe, vagy 5 alkalommal valósult meg. Legalább ennyire széles és gazdag a fiatalok, fiatal felnőttek és idősebb korosztály számára kínálkozó programkavalkád itt a közösségi térben. Nagyon nagy segítség az, hogy van óvoda és iskola rendelkezésre áll a gyerekeknek. Havonta egyszer, de van, amikor még többször alkalmat adunk, hogy megjelenjenek itt az IKSZ-be foglalkozásokon. Az iskolások, ők heti jelleggel, csütörtöki naponként szoktak jönni általában egy órai munkára, könyvtári óra címen, ez be van építve a heti órarendjükbe. Nagyon szeretnek jönni a gyerekek, itt kézműves foglalkozástól pedagógiai nevelés, oktatás is zajlik, amit a gyerekek persze nem vesznek igazán észre, mert ez csak játékos keretek között működik. Megtanulják a kölcsönzés szabályait, a könyvtárban való viselkedés elemeit, megtanulják, hogy kell kölcsönezni könyvet, hol kell megkeresni, az ABC sorrendet megtanulják. Játékosan helyre szokták tenni a gyerekek a könyveket, ezt nagyon élvezik egyébként. Megtanulják, hogy mit jelent a könyvtárnak a jegyzete, ami belül van a kis kölcsönzés alkalmával, hogy mit kell nézni, hova van besorolva. Tehát ezt nagyon szeretik a gyerekek alkalmazni, és úgyhogy segítenek, egy kicsit könyvtároskodnak. Itt az Atalai
tájházba, a tiszta szobába vagyunk. Ez egy teljesen új építési épület, de teljesen autentikus szempontok alapján építették annak idején. Ez 2007-ben épült az épület, a Nemzeti Közkincs Alap támogatásával épült. A berendezési tárgyakat helyiek adták oda, teljesen önkéntes alapon a berendezés is így működött, eljöttek, segítettek az asszonyok berendezni, úgyhogy ez a tiszta szoba, ezt igazán nem használták a régi időbe, ugye ezt csak ilyen szép párnákkal, lakástextilekkel rendezték be, de úgy igazán ezt nem használtak lakószobaként. Lakószoba a hátsó szobába lesz majd, hogyha oda átmegyünk. Azt használták a napi feladatok ellátására, ott aludtak. Ahol bejöttünk, itt ez az első rész, ez pedig a füstös konyha, ugye itt élték a mindennapi életüket, itt főztek és mindenféle tevékenységet folytattak. Aztán hátrébb egy másik ajtón, hogyha bemegyünk, ott van a padlásföljáró és a fészer, és utána pedig a pajta és az istálló. Az istálló az egy különösen szépen kialakított helység, ugye az állatok tisztelete iránt, általában rengeteg állattartó volt a régi időkben, főleg teheneket tartottak. Nagyószágukat ugye a legelőkre hajtották ki annak idején, de mivel egy különös szellemben nevelték ezeket a jószágokat, a kialakított helység is pont ezt dominálja, ugye az állatok iránti tiszteletet. Vagy a népviselet ugye az, ami látható, általában a gyöngyös netz, ami szerintem különleges, ezt itt az Atala környékén nem igen használják, ezt is saját kezűleg készítették az asszonyok, különböző motivumok vannak benne, a csipkés szegély az, ami egyébként olyan jellegzetessé teszi. Aztán ugye a bársony szoknya, ami ott a hölgyön is van, egy sejem szoknya, és a nagy karimájú csipkés kötény, ami vagy riselvel volt, vagy pedig kézzel hímezték fehér hímzéssel. Aztán a nagyon-nagyon szép, de ezt most nem tudom megmutatni, a török-bécsi ruha, ami nagyon különlegesítette az atalai népviseletet, ezt főleg a fiatal lányok használták. Szüretkor, amikor beöltöznek a gyerekek, fiatalok, akkor mondjuk ezeket láthatóvá tesszük. Ez mitől olyan különleges ez a ruha? A ruhában kialakított mintázata alapján, ezt annak idején úgy szokták mondani, Pestre mentek az anyagért, mert hogy csak azt lehetett beszerezni, és akkor méterszámból hozták a masinista, vagy a mozdonyvezető, és akkor itt helybe adták el méterbe, és utána úgy varták meg ezt az asszonyok itt helybe. Jelen pillanatban a lakószobában vagyunk, a napi életüket itt élték az akkori emberek a régi paraszti világba. Itt láthatóak az ágyok, itt aludtak, a másik helyen ugye itt étkeztek. A téli időszakban viszont ide szorultak be annak idején, úgyhogy akkor ilyen kézimunkát folytattak, szőttek, fontak, ami éppen aktuális volt. Kézzel készítették ugye a lakberendezési tárgyakat, ez kukorica csuhéból font székeket is jelent akár itt most a jelen pillanatban. A honismereti órák alkalmával, amikor az iskolások eljönnek és ide látogatnak, akkor nagy rácsodálkozás van általában a gyerekek részéről, hogy úristen, nincs mosdó, nincs fürdőszoba, nincs gáztűzhely, ami ugye a napi életük része, és hogy nem is csodálkozunk annyira rá, de hogyha eljövünk ide vissza egy kicsit a múltba, akkor innen viszont már hiányzik, és megkérdezik, hogy hogy lehetett így élni régen. Akkor elmondjuk nekik, hogy hát ugyan a vasaló az nem elektronikusan működik, hanem abba parazsat tettek, azt próbálták és úgy vasaltak, vagy éppen kemencébe sütöttek a rétes mondjuk, vagy a kalácsot, mert akkor süteményeket ugye nem nagyon készítettek. Úgyhogy ez egy kicsit a gyerekek részére olyan hihetetlen, kicsit misztikus, hogy hogy lehetett annó itt élni, de azért így az ember, mikor elmondja, akkor egy kicsit azért vágyakoznak is talán utána, hogy biztos, hogy valami érdekesség történhetett itt is, és gyereknek is jó lehetett lenni. Holott nem láttok se legót, se társasjátékot, semmit. A régi gyerekek is játszottak ugyan, vagy kis kereket hajtottak, vagy éppen egy bottal játszottak, de akkor is volt játék a gyerekek részére, és talán egymással játszottak többet, mint egymás mellett. A használati tárgyakat azt a helyi lakosok önkéntes adományozásából kaptuk végül is. Szinte minden háztartásból jött valami, akár a köcsögökre nézek, vagy akár az edényekre, vagy a leckekre, bármit, amit itt láttok, azt mindent helyi emberek önkéntes adományozásából kaptuk.
szinte hadakoztak, hogy én is hadadjak, hogy a faluház vagy a tájházba az ő kis adománya is ott szerepeljen. Ugye ez bent szerepel az Atalai tájháznak a kis vendégkönyvébe, hogy kit adományozott, hogy ez egyszerűen egy ilyen megtiszteltetés azoknak, akiktől elfogadtuk a kis használati tárgyaikat, úgyhogy ez emlékezetessé teszi valamikori életüket a találva szerintem. A tájháztól búcsút veszünk, a történet és hagyományokat hordozó értékek után ideje a jelenre koncentrálnunk. Az elmúlt egy-két évben Attala nagy fejlődésen ment keresztül, köszönhetően a település vezetésének, akik jól sáfárkodnak a meglévő forrásaikkal, illetve a pályázati lehetőségeknek, amiken eredményesen indultak. Egy település, ha jó menő vállalkozásai vannak, akkor az iparizési adó befizetése is számottevő. Én meg vagyok ezzel a morállal elégedve egyébként, mert minden vállalkozás, tehát itt akár a mezőgazdasági családi vállalkozásokat nézem, vagy az ipari vállalkozásokat, szintén rendezetten befizetik az iparizési adót. A településen egyébként ez is meglátszik, hogyha ha végigmegy a településen, nyilvánvalóan látja azt, hogy a környékbeliek településekhez képest fejlettebb Attala, és ez annak is tulajdonítható, hogy tényleg szorgalmas emberek laknak, meg nyilvánvaló annak is, most már kimerem jelenteni, hogy sokat pályáztunk és sok pályát meg is nyertünk. Összességében 270 milliós nagyságrendű az utóbbi két évben nagyságrendű támogatást kaptunk. Ennek a önerővel együtt kb. 310-320 millió forintos nagyságrendű a beruházási értéke. Ha most végig gondolván a beruházásainkat, akkor azt tudnám mondani, hogy az egyik legkedveltebb, meg legnagyobb beruházásunk is az óvodának a bővítése, amely a környezetbe is szépen beépült. 107 millió forintos támogatást kaptunk. Ebből nem jöttünk ki, mert hozzávetőlegesen járdát, bevezető utat kellett építeni, valamint egy közlekedési tampáját, mely nem volt támogatott. Ezt az önkormányzat az ön elejéből kellett, hogy biztosítsa. Akkor, ha tovább nézem a fejlesztéseket, két utca VMS pályázat keretében aszfalt szőnyegborítást kapott, ez a Rákóczi utca és a Dózsa utca. Ennek az értéke, a beruházás értéke 20 millió forint volt, ezzel el is számoltunk már. Itt 15 millió forintos állami támogatásban részesültünk. Építettünk ez évben 1000 négyzetméter járdát a főudvonalon, a Petőfi utcában, ez 12 millió forintba került. Energetikai pályázatot is nyújtottunk be, mely szintén ebben az évben realizálódott. Ez abban állt, hogy a művelődési ház, az iskola és az iskola ebédlőjének az energetikai korszerűsítése. Itt elsősorban nyílászárók, meg egyéb energetikával kapcsolatos beruházások voltak. Ez 85%-os támogatás volt, és 36 millió forint az összberuházás értéke, ebből 25 millió forint támogatásban részesültünk, illetve részesülünk, mert ennek az elszámolása még most van folyamatban. Hogy tovább mondanám, egy ilyen útpályázaton gépi eszközök vásárlását is sikerült elnyerni. Összességben 8 millió forint értékű, ebbe egy 40 órás traktor és a munkaeszközeinek a vásárlása történt meg. Ilyen traktort útjavításokra tudjuk, patkajavításra tudjuk, akkor fűnyírásra, tehát temetőkarbantartásra, meg elég sok parkunk van. Tehát ilyen kommunális jellegű munkákra nyilvánvalóan tudjuk, valamint foglalkozunk a közmunkások révén kertészeti tevékenységgel is, és nyilvánvalóan ezt a traktort ekkor nagyságrendben itt is szívesen tudjuk használni. Attala igazi jó példával jár elől a tekintetben, hogy meglévő értékeikből, legyen az épített, kulturális vagy gazdasági, a befektetett munkával és összefogással virágzó vidéket és a fiatalok számára is vonzó, jövőképet és munkát adó települést lehet létrehozni, ahogy tették azt az elődök Attalán, és viszik tovább ezt a szellemiséget a jelen emberei is.